A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szeretettel köszöntöm Önöket, az Egyén magazint látják. A mai műsorban megnézzük, hogyan zajlik az adventi készülődés Székesfehérvár belvárosában, beszélgetünk egy katonai toborzó programról, valamint elkalózoljuk Önöket a tatai fényes tanösvényre is. Tartsanak velünk! Az adventi időszakban idén is benépesül Székesfehérvár belvárosa. Hogy hogyan készülnek a fehérváriak a karácsonyra, valamint hogy mit ígérnek az árusok, azt nézzük meg a következő percekben. Forralt bor kürtős kalács illata lengi be az ünnepi fényekbe öltözött belvárost 4 héten keresztül. A karácsonyi készülődést már sokan megkezdték december első napjaiban. Hát jó, mint minden évben kijövünk vörösborozni, úgyhogy szeretjük nagyon. Hát mi a gyerekekkel, lányunkkal, fiunkkal együtt, a család a szenteste, aztán a másik 2 napon meg ők jönnek hozzánk. Mi szoktunk jönni 2 végenként, és jól érezzük magunkat. A karácsonyra hogyan készül? Hát készülődünk, a család együtt lesz, és előtte azért van mit tenni. Jövünk ilyen karácsonyi vásár, sétálgatunk, meg ilyenek, aztán egy idő után eljön a szenteste, ajándékozás, stb. Együtt a család, úgy meg minden jó általában. Nem csak a fehérváriak körében népszerű az idei forgatag, akad, aki Budapestről érkezett városunkba. Most vagyok, nem tudom, anyacúr, de most olyan csoporttal vagyok itt kint. Jó, szép, ki van díszítve, rendezett, fel van készülve. Nem hiszem, hogy tényleg olyan szempontból minden nagyon rendesen elkészülve csinálják a dolgot. A megkérdezettek között volt olyan, aki nem csak a különleges ünnepi ételek és italok miatt látogatott el Székesfehérvárra. Hát én el vagyok ájulva és bámulva ettől a várostól, hogy ilyen gyönyörűen földíszítették, és ilyen ízlésesen és pompásan. Tehát szóhoz se tudtam jutni, mikor megláttam, és most az esti fényekben még csodálatosabb. Nagyon-nagyon szép, és gratulálok a tervezőinek, a csapatának, aki ezt megálmodta és megvalósította. Nagyon-nagyon szép. Valóban gyönyörű, és amúgy a karácsonyra hogyan szokott készülni, azon kívül, hogy itt hangolódik a belvárosban? Hát ezt nem is tudnám, hogy fejezzem ki magamat, mert nagyon el vagyok mindentől ájulva, csúnya szóval mondva, nagyon-nagyon szép minden. És az üzletekben is azért bevásárolni azért lehet, nézelődni lehet, gyönyörködni lehet. Szóval pompázatos így, ahogy van az egész. Gondolom, ez még csak fokozódni fog az ünnepek alatt, ünnepek kezdete előttől, illetve vége felé. A főutcán sétálva találkozhatunk olyan árussal, aki évről évre színes választékkal készül a vendégeknek. Sulák Róbert arról számolt be, már az adventi forgatag első napjaiban is jó hangulat várta a belvárosba látogatókat. Pár napja nyitottunk ugye itt az új szezonba, egy kicsit elhúzódott idén, december 1-ére esett a nyitás, de ez minket nem tántorított el a jókedvtől. Első hétvégén vagyunk túl, ugye múlt héten esett az eső, egy kicsit megijedtünk, de a jó Isten velünk volt, és estére elállt az eső, és már pénteken nagyon jó hangulat volt, és megtelt itt a főtér a belvárosban. Ezt megfejelte vasárnap a Radics Gigi koncert, ahol egy gombostűt nem lehetett leejteni, szintén óriási hangulat volt. Nagyon tetszett az embereknek az új fény, nagyon tetszett a belváros. Én azt tudom elmondani, hogy egy nagyon jó év előtt állunk, egy nagyon jó szezon előtt állunk. És természetesen a forró csoki a punt sem hiányozhatott a kínálatból, így a kicsik és nagyok, valamint a cukorbetegek is egyaránt megtalálhatták a kedvükre valót. Idén mi például fehér forró csokoládéval készültünk, hogy a barna forró csokoládé mellett fehér forró csoki is legyen a palettán, ez is nagyon ízlik az embereknek, illetve a cukormentes forralt borunk hihetetlen nagy sikernek örvend, én nem is gondoltam volna, tavaly is már próbálkoztunk vele, akkor is fogyott, nagy híre ment, nagyon sok úgy látszik a cukorbeteg, és jönnek rá, hála Isten, úgyhogy veszik és szeretik az emberek. Odafigyelünk a minőségre,
itt, akik a környéken vannak, szintén ezen vannak, hogy jól érezze magát mindenki, és megpróbálunk az árakat azért az ilyen nagy infláció mellett is a földön tartani, tehát nem követjük a budapesti példát, Fehérváron vidéki árakon kínáljuk a portékánkat, hogy jöjjenek be az emberek és érezzék magukat jól, ez szóljon a fehi lakosságról. Sulák Robert elárulta, mi az, ami a legnagyobb kihívás az árusoknak. Ez a 30 nap, ez megterhelő mindenképpen. Tehát én biztos valószínűleg tartom, hogy Fanádort jobban kivett a vendégló, tehát a 100 napig tartott, ez csak 30 napig, és nem vízen vagyunk, de azért kellemesen elfáradunk, és nagyon jól esik 24-én egy kicsit hazamenni, pihenni egy napra is akár, és a családdal eltölteni a Szentestét. Hihetetlen értéke van. Közeleg tehát a szeretet ünnepe, a város adventi koszorúján pedig december 23-án fellobban a negyedik gyertyalángja is. A vásári forgatag december 24-ig várja az érdeklődőket, az ünnepi hangulatról pedig a belvárosi színpadon fellépő művészek gondoskodnak. Karácsony követően is érdemes lesz ellátogatni a belvárosba, hiszen a bódék a két ünnep között is nyitva tartanak majd. Ma már érdemes és megéri katonának jelentkezni. Hogy miért is, arról beszélgetek Németh Andorral, a 3. hadkiegészítő és toborzó központ parancsnokával. Köszönöm, hogy eljött hozzánk, és egy kicsit erről beszélgethetünk. Köszönöm a meghívást. No, miért éri meg, és miért érdemes ma a katonának jelentkezni? Indult most egy újabb toborzó program, aminek volt egy előzménye a nyár folyamán. Egy kicsit beszéljünk erről, hogy miért van szükség most a katonákra. Ugye a katonai toborzás az folyamatosan zajlik, jelen volt életünkben, most is jelen van, és a jövőben is jelen lesz. Amire említést tett a nyáron beinduló program, ez a Zrínyi haderőfejlesztési program keretében rendkívül sok új, modern haditechnikai eszköz érkezik a Magyar Honvédséghez, és hát nyilván ezek az eszközök a vasak bejönnek, ehhez kell nekünk toborzóknak keresni, találni kezelő személyzetet. És igazából ezek a programok, amik szeptemberben Hódmezővásárhelyén a Lynx harcjárműre történő toborzással indultak meg, most kicsit közelebb jöttek, most a tatai önjáró tüzérosztályhoz keresünk a PZH 2000-es önjáró lövegekhez kezelő személyzetet. Úgyhogy ennyiből jó hír azt gondolom az itt élőknek, hogy most egy jóval közelebbi lehetőséget tudok bemutatni. Néhány héttel ezelőtt Bakoncsernyén volt ilyen hadgyakorlat, és annak a keretében mutatták be azt hiszem ezt az új járművet, amiről most beszélünk. Mit lehet tudni erről a járműről? Mit tud? Hát ez egy mai kormodern követelmények legjobban megfelelő, tehát világszínvonalú technikai eszköz, ez egy önjáró tüzérségi eszköz. Ha konyhanyelven akarom mondani, akkor az egy ágyú, csak képes önállóan helyzet változtatni, tehát lánctalpon akármilyen nehézkes terepek viszonyok között is tud mozogni. Rendkívül jó páncélvédettséggel rendelkezik, kiegészítő fegyverrendszere van, tehát igazából is az a digitális tűzvezető rendszer, amivel ez az eszköz rendelkezik, lehetővé tesz sok olyan dolgot, amit az eddig meglévő eszközökkel nem feltétlenül lehetett végrehajtani. Amit kiemelnék ebben, hogy ezek az eszközök Tatára kerülnek, és tényleg úgymond a legmodernebb eszközök, legmodernebb technikát képviselik, és ezért keresünk hozzá új embereket, hogy így mondjam, tehát olyan katonákat keresünk, akik képesek ezeket a modern digitális eszközökkel megspékelt katonai járműveket kezelni, vezetni, üzemeltetni. Egy kicsit úgy laikusként olyan ijesztően hangzik, hogy szükség van ezekre a járművekre, de mégis hogy képzeljük el, hogy az életben azokat, akiket majd ezekre a pozíciókra felvesznek, őnekik mi lesz a dolguk? Hát, hogy akiket felvesznek, ugye a február 12-én van a tervezett bemulási dátum, tehát akkor kerülnének felvételre. Első körben, mivel civilekről van szó, egy általános katonai képzés, tehát egy 2+8 hetes képzésen kell átesniük. Ez egy általános katonai felkészülést takar, tehát bárki, aki a Magyar Honvédséghez igyekszik civil életből, ezen át kell esnie. És ezt követően szépen fokozatosan megtanulják mindazon tudást, amit szükséges ahhoz, hogy ezt az eszközt kezeljék. Tehát nyilván ezt az eszközt kell vezetni, kell a löveget irányzani, tehát a célokat felderíteni és kijelölni számára, üzemeltetni a löveget, tehát ezeket a feladatokat kell végrehajtani. Alapesetben, hogyha az alapkiképzésen átestek, akkor ezeket a skilleket kell minél jobban begyakorolni, és ugye mivel több eszközről van a szó, együttműködésben végrehajtani a többi hasonló eszközzel, ezt gyakorolják. Tehát
a békeben egy felkészülésről szól a Magyar Honvédség, hogy képes legyen arra a feladatára, ami, ha szükség van rá, akkor eredményesen, hatékonyan végre tudja hajtani. Tehát ők folyamatosan egy ilyen elképzett szituációban gyakorlatoznak? Igen, hát a gyakorlat az pont erről szól, hogy elképzelt, felvázolt, fiktív szituációt kell megoldaniuk, és hogyha ezt eredményesen végrehajtják, akkor eredményes volt a kiképzésük. Magát a munkát hogy kell elképzelni? 8-tól 4-ig valahol vannak, Valahol vannak, alapvetően ugye tatán települnek ezek az eszközök. 8:30-tól 4-ig van a munkaidő hétfőtől csütörtökig, 8:30-tól 2-ig pénteken, tehát ez egy heti ugyanúgy 40 óra, mint bárki más számára. Persze nyilván az egyéni feladattól, vagy hát az eseti feladatoktól miatt ez lehet máshogy is, tehát egy gyakorlat az nem 8:30-tól 4-ig tart mondjuk a Bakonyba, de nyilván ezt mindenki sejti, de alapvetően ez már nem olyan, mint annak idején a sorkatonaság, hogy a katonák be vannak zárva a laktanyába, és nem jöhetnek ki, csak hogyha jó viselkedhetnek, hogyha bizonyos előjáró engedi őket, tehát alapvetően ez egy 40 órás munkaviszony jelent, amennyiben pedig egyéb többlet munka keletkezik, az valamilyen módon ellentétez van a katonák számára. Akkor beszéljünk egy kicsit a feltételekről, hogy milyen feltételekkel lehet jelentkezni ide. A bekerülési feltételek azok ugye egy adott történet, tehát minden egyes esetben, amikor valaki a honvédséghez igyekszik, akkor 18 éves betöltött életkor, büntetlen előélet, ami nagyon fontos, magyar állampolgárságnak meg kell lenni, és erkölcsileg feltehetetlen, ugye erről már beszéltem, ez nagyon fontos, és egy egészségügyi állapotának is jónak kell lenni, tehát úgy általában véve egészségesnek lenni, tehát van egy fizikai, egy egészségügyi, egy pszichológiai felvételi eljárási rend, ezen át kell menni. Úgyhogy igazából ezek iskolai végzettség tekintetében egyes beosztásokban akár a 8 általános iskolai végzettség is elég lehet, de már beszéltem arról, hogy ezek az eszközök azért eléggé bonyolult szerkezetek, mai digitális korba illeszkedőek, tehát a magasabb iskolai végzettség mindenképpen előnyt jelenthet és jelent is, mivel bonyolult eszközök kezeléséről van szó. Uh-huh. Mennyire könnyű egyébként megtanulni ezt a járművet kezelni? Hát, hogyha kiképeztek volna, akkor el tudnám mondani. Igazából nem tudom, de a tapasztalatok azt mutatják, hogy az a kiképzési idő, ami rendelkezéssel, ez elegendő. Tehát az általános része ez a 2+8 ez elegendő. Utána meg nyilván egyéni képességektől is függ, de azt gondolom, hogy egy fél éven belül mindenki eljut olyan szintre, hogy ezt hatékonyan tudja kezelni ezt az eszközt. De ezt majd visszatérünk rá, hogyha megtörténtek a kiképzések, és lesz rá tapasztalat. Rendben. Azt olvastam, hogy a jelentkezőknek van egy ilyen alkalmassági vizsga, úgymond, amikor bevonulnak, tehát rögtön bevonulnak, és aztán akkor egy alkalmassági vizsga történik, és ez alapján döntik el, hogy maradnak-e. Igen, van arra mód, hogy ott helyben, tehát a bevonulás napján egy egészségügyi, pszichológiai, illetve egy fizikai vizsgálaton eltessenek, és ennek függvényében tudnak tovább lépdesni, de van arra is mód, hogyha valakinek mondjuk már van állása, és nyilván nem akar egy ilyenfajta szerencsejátékba belekerülni, hogy mi van, hogyha jelentkezek, felmondom a munkahelyemet, de alkalmatlan vagyok, tehát előzetes orvosi vizsgálatra is van rá mód a Honvédség Kecskeméti Alkalmasságvizsgáló Intézetében, és akkor biztos tudatában tud menni, jelentkezni, hogy ő alkalmas erre a pozícióra. De hogyha valaki ugye február 6-áig lehet jelentkezni, hogyha az utolsó pillanatra hagyja jelentkezést, akkor erre nyilván már nincsen mód, de ott helyben 12-én ezekre a vizsgálatokra sor fog tudni kerülni. Az is elhangzott, ugye, hogy fizikailag felkészültnek kell lenni, egyfajta alkattal kell rendelkezni, illetve erőnléttel gondolom. Ehhez mondjuk fontos, hogy esetleg előtte egy kicsit edzenek? Maga az alkalmasság vizsgálat, én úgy gondolom, nem egy bonyolult történet, tehát 3200 métert kell időre lefutni, illetve 2 perc alatt fekvőtámaszokat és felüléseket kell végrehajtani. Nyilván maga mindenki tudja, hogy mennyire van erre felkészülve, nyilván erre lehet készülni, mert nem ezek nem bonyolult mozgásnemek, azt viszont tudni kell, hogy ezek fel lesznek mérve. Ha és amennyiben nem éri el a megfelelő szintet, akkor bizonyos tűréshatár van, tehát a kiképzés arról is szól, hogy fizikailag felhozza azt az állományt, aki nem áll megfelelő szinten, de én azt gondolom, hogy mindenkinek ennyien érdeke, hogy fizikailag megfelelő erőlétben legyen, függetlenül attól, hogy a Magyar Honvédség szándékozik-e csatlakozni, vagy nem. Hölgyeket várnak-e a sorba? Hölgyeket is várunk, alapvetően a fő célcsoport az a 35 év alatti férfi, független férfiak közössége, de nem kizárók, hogyha valaki egy kicsit idősebb vagy hölgy, nyilván mindenkinek az egyéni képességétől, rátermettségétől, motivációjától függ, hogy be fog-e tudni kerülni ebbe a csapatba. Elhangzott, hogy független. Mi van akkor, ha mondjuk bekerülnek és közben változik ez az állapot? Gondolom azért ez nem jár azzal, folyamat, hogy nem jár azzal. Nincs azzal semmi, nem, tehát nem az kell, hogy független legyen, mert aki nem független, az is jelentkezhet nyilván, csak egyszerűbb az élet
kiképzés alatt is, stb. De nyilván ez családtól függ, tehát hogyha a család ezt be tudja illeszteni az életébe, akkor ezzel nincsen probléma, nem kizárók, hogy a családosok is jelentkeznek. És ugye ez alatt a 8 hetes kiképzés alatt ez azt jelenti, hogy bent lakás. A 8 hetes kiképzés az alapvetően a hétköznapokra korlátozódik, de akkor viszont egy kicsit intenzívebben, tehát hétvégenként haza lehet járni, viszont a hétfőtől péntekig tartó időszak az egy intenzív, leterhelőbb végrehajtást jelent, de hétvégenként haza lehet menni. Arról beszélhetünk már azért, hogy milyenek az előzetes tapasztalatok a hódmezővásárhelyi toborzással kapcsolatban, ott mennyire váltotta be a reményeket a toborzás? Igazából az a mennyiségű katona jelölt, amennyire a Magyar Honvédségnek szüksége volt, összejött, tehát igazából többen is jelentkeztek, mint hány üres pozíció volt. Tehát Hódmezővásárhelyen a kívánt célt elértük, és egy jó pár olyan jelentkező lett, aki nem a megcélzott LINX programba került be, hanem mondjuk a tartalékos szolgált, vagy egyéb más szerződéses jogviszony irányába lett terelve, mivel többen jelentkeztek, mint hányra szükség volt Hódmezővásárhelyen. És itt Tatán azt lehet tudni, hogy létszámban mennyi embert várnak? Első körben 400 fő van megcélozva, és majd lesz második hullám várhatóan május hónapban. Ugye egy ilyen eszközhöz 5 fő kezelő személyzet tartozik, illetve kiszolgáló személyzet is tartozik, tehát ezeknek az eszközöknek a karbantartása, szervizelése, kiszolgálása is beosztásokat takar. Ez a 400 fő első körben az első kontingens összeállítására elegendő. Ahogy látjuk a toborzást, ugye november 16-án jelentette be Honvédelmi miniszter úr ezt a programot, azóta megindult a toborzás, egy jövőre időarányosan jól állunk, tehát megfelelő számban jönnek a jelentkezők. Lehet látni egy-egy ilyen figyelemfelhívó reklámban azt, hogy elég vonzó javadalmazást ígérnek a katonáknak, akikkel leszerződnek. Ezt is azért említsük meg. Igen, ugye ez egy ilyen külön program, az új, frissen beérkező modern vasakra, a személyzet toborzása, az egy kiemelt illetmény mellett történik. Ez jelen pillanatban bruttó 737 ezer forintos kezdő illetményt jelent. Én azt gondolom, hogy ez elegendő ahhoz, hogy a megbecsülését kifejezze a Magyar Honvédség, hogy ezen eszközöket kezeli valaki, és elég vonzó az, hogy jöjjenek, jelentkezzenek hozzánk. Van-e még valami esetleg, amit még el szeretne mondani ezzel kapcsolatban? Hát azt azért nem árt ismertetni a hallgatók, a nézőkkel, hogy hol lehet jelentkezni. Tehát ugye, ha valakiben felkeltette ez a rövid beszélgetés az érdeklődést, akkor az irányasereg.hu-t javaslom felkeresni, ez a Magyar Honvédség karrier oldala. Illetve mindig el szoktam mondani, hogy a toborzókat Székesfehérváron a Mészöly Géza utca 7 szám alatt, illetve egyéb ismert elérhetőségein, mert az élős lavas tájékoztatás az a legteljes körűbb, mindenre kiterjedő, és ott megkapnak mindenre választ, ami felmerül bennük az érdeklődőkben. Ha esetleg most nem erre a programra szeretnének jelentkezni, de bárki mondjuk kedvet érez ahhoz, hogy a katona a honvédséghez elmenjen akár dolgozni, vagy beálljon a sorba, akkor milyen mód van? Vagy ugyanezeken az elérhetőségeken simán lehet jelentkezni? Tehát az irányasereg.hu, illetve a toborzók az egy biztos pont, és nyilván ezen a Tatán induló PZH programon kívül számos más lehetőség van, tehát az ország összes alakulata számára szerződéses katonákat keresünk, illetve ott van még a tartalékos rendszerről, se feledkezzünk meg, ami ugye arról szól, hogyha valakinek van munkája, de azt nem óhatja fel, de mégis érez magában hitet, akaratot, hogy tegyen a Magyar Honvédség, illetve a Magyarország érdekért. Illetve én azt gondolom, hogy önmagáért ismert egy tartalékos kiképzés alatt olyan tudást szerez meg, ami nem csak a hazának jó, de az egyénnek is szerintem építő jellegű, az a tartalékos szolgált iránt is érdeklődhet. Köszönöm szépen, hogy itt volt, és beszélhettünk erről. Reméljük, hogy megjön az a létszám, amit várnak, és hát akkor egy következő beszélgetésre pedig majd várom, hogy beszámoljon a tapasztalatokról. Köszönöm, meg fogom tenni, köszönöm szépen. Én is köszönöm. Természetfotózás titkaiba, tudnivalóiba avatott be minket Csolymos Ákos, természetfotós, a következő percekben pedig bemutatja a tatai fényes tanösvényt is. A csodák a komfortzónán kívül kezdődnek, vagy a Solymos Ákos fotóművész. Ennek a mottónak köszönhetően született meg az a képsorozat is, amit játékosan fürdőző gyönyörű madarakról készített a tatai fényes tanösvény területén. A türelem és az álcázás. Úgyhogy ezért is szoktuk javasolni, hogy aki kijön ide a tanösvényre, akár hogyha csak nézelődni akar mondjuk távcsővel, akkor lehetőleg ne ilyen rikító, piros-sárga cuccba jöjjön, hanem próbálj meg valami terepszínűbe, mert a madarak azért elég jól látnak és elég félénkek.
És a másik a türelem, hogy le kell táborozni, és ott nyugton kell maradni, és akkor gyakorlatilag körbeveszik az embert a madarak. Itt is volt már, hogy a korláton fotóztam még madarat, meg oda kiült a nutria. Szóval, hogyha nyugton van az ember, akkor sok mindent láthat így maga körül. És hát ezért is jó ide kijönni, mert ez ilyen elcsendesedés, ilyenkor az ember nem a irodai mindenféle gondokra gondol, hanem tényleg lehet relaxálni egy kicsit. És hát ami fontos, hogy itt viszonylag egy kis helyen van, nagyon sok madár egy helyen. Tehát ha ugyanezt akarná mondjuk az ember az erdőbe, vagy egy ilyen szabad folyó mellett, vagy patak mellett csinálni, hát ott azért elég sokat kellene várnia. Itt meg tényleg a fák tele mindenféle harkályokkal, vízimadarak, kismadarak, nagymadarak, minden van. Úgyhogy én ezért szeretem ezt a helyet. Solymos Ákos kedvenc helye a tatai fényes tanösvény területen. A térség egyedülálló növénytársulásoknak és állatvilágnak ad otthont, jelentős a helyi madárfauna. A vadregényes lábvidéken kalauzolt a körbes tábunkat a művész, rengeteg titkot elárulva a mesébe illő vidékről. Ezen a részen a sások úgy néznek ki, amikor kicsapódik rájuk a pára, és ráfagy, mintha ilyen fehér komondorok vagy pulikutyák lennének. Gyönyörű látvány most is, ahogy süt rá a nap. Érdemes megnézni. A különleges terület 1 kilométerre helyezkedik el a várostól, a fák most is tele vannak madarakkal. Solymos Ákos hazai és nemzetközi fotóművész diplomát is szerzett, 15 éve aktívan képzi magát, tagja a Biatorbágyi Fotóklubnak. A fotózás szenvedélye gyermekkoráig nyúlik vissza. Én úgy kerültem ide, hogy én tatabányai vagyok egyébként, bár nagyon sokat fotózom Tatán, most már hosszú évek óta, úgyhogy volt olyan is, hogy az egyik alpolgármester úr simán tataiként nyilatkozott rólam. Szóval nagyon sokat vagyok itt Tatán, nagyon sokat fotózok, és a tavalyi év során Jakabházi Miklós barátommal, szintén fotós, sikerült meggyőzni itt a tanösvény üzemeltetőit, hogy érdemes itt egy kicsit felfuttatni úgy a helyet, hogy szervezünk fotós túrákat ide nyitás előtt, mert egyébként meg gyönyörű a környezet. Itt maga a fényes források, azok olyan 20-22 fokosak, télen sem fagy be ez az egész égerláp, és ezért nagyon sok madár itt tele lát, és ez gyakorlatilag télen, nyáron, tavasszal, ősszel folyamatosan lehet madarakat megfigyelni. Ez olyan, mint egy ilyen kis mesevilág, tényleg ide kijön az ember, csönd van, csiripelnek a madarak, röpködnek a fejünk mellett a jégmadarak, vadkacsák, kisebb-nagyobb gázlómadarak. Úgyhogy sokan relaxálni is kijönnek csak ide, és hát gyakorlatilag minden évszakban érdemes eljönni, mert minden évszakban más arcát mutatja. És kvázi milyen hivatalos fotósként vagyunk itt a tanösvényen. Az a cél, hogy végigfotózzuk az összes évszakot, ez most már nagyjából sikerülni is fog, és hát be tudjuk mutatni a helyet, tudjuk népszerűsíteni, és hogy minden többen eljöjjenek, és megcsodálhassák. Nekem a nagypapám is fotózott, ő ilyen a 50-60-as években vett fényképezőgépet, úgyhogy otthon is vannak régi képek, meg van a gépe is, meg édesapám is ilyen hobbi szinten fotózott, és ő vett nekem 6 évesen először egy ilyen Smena szimbolt, és gyakorlatilag én azóta fotózok, most már ilyen 40 éve körülbelül. Komolyabban egy ilyen 10-15 éve kezdtem el foglalkozni vele, amikor könyveket, tanfolyamokat, egyebeket végigolvastam, végigcsináltam, és 2020-ban csatlakoztam a Biatorbágyi Fotóklubhoz, ez az ország egyik legjobb fotóklubja, nagyon sok nagyon jó, inspiráló fotóssal, és hát azóta még komolyabban igyekszem ezt űzni. Ez ilyen kikapcsolódás is, információbiztonsági dolgokkal foglalkozom civilben, úgyhogy ez egy jó dolog az íróasztal meg a számítógép mellől kiszakadni ide a csöndbe meg a nyugalomba.
de örök szerelme a tatai lábvidék titokzatos világa marad, amely minden évszakban más arcát mutatja meg a látogatóknak. Ezt igyekszik megosztani másokkal is, ezért is szervez rendszeresen fotós túrákat az érdeklődőknek a tatai fényes tanösvényen. Ez volt már az Együtt magazin, tartsanak velünk legközelebb is. Szép napot kívánok, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.